Na hát akkor nézzük, hogy egyszerűbbá, hogyha csak egy integrál segítségével számolom ki ugye ezt a feladatot. Tehát ugye ezért az a 9 B, mert ez a 9 A-nak a folytatása, jó? Tehát itt nem nagyon részletezem a dolgokat. Valaki elmúlszott, akkor legyen szíves, nézze meg előbb az A. Jó? Tehát ugye akkor most azt fogjuk mondani, hogy ugye, hogyha ebből az irányból megyek, hát nem tudom, ezt is persze pirossal jelzem, hogy megbeszéltük, hogy hát itt nincsen probléma, mindig ezen lép be, mindig azon lép ki, tehát ténylegesen egy integrálként fölírható a dolog, tehát ugye az x az 0 és 2 között mozog, és az y-nal sincs olyan nagy problémánk, hiszen ugye mindig, beidatjuk, hogyha már van zöldünk, jelentjük, hogy ugye mindig ezen a kettes jelölt görbe darabon lépe, és ugye jó, akkor az ő kidésű pirosat bele, szerintem nem lesz problémás itt az előző, tehát hogyha ebben akkor itt jól látható, mindig a négyes, negyedik, hát görbe, igazából ugye ez egy egyenesnek a darabja, de a négyesen jön ki. Na, tehát a negyedik, így van. És itt, ugye ele, hogy dy-t ide kiírtam, tudom, hogy itt az y egyenlő alakban kell az adott görbe darab. Tehát akkor a kettes itt van, az ugye az eleve ez a 2x minusz 1 per x plusz 2-ként van megadva, a 4-es az pedig a 3 minusz x, és ugye az 5y plusz 1-et kell. Hát ami nem olyan néz, azt láttuk, hogy nincs is olyan nagy problémánk, mert ugye azt jól tudjuk, hogy 5-2y négyzet plusz y, és akkor itt a helyettesítés lesz meg kicsit húzósabb. X plusz 2, az alsó, a felső az 3 minusz x, és ezt kell dx szerint integrálni. Hát, nyilván előbb számoljuk már ki ezeket itt csak úgy. Az azt jelenti, hogy a felső határ helyén, ugye akkor ez itt 3 minusz x a négyzetem, meg 3 minusz x, ebből ki kell vonni az alsó határ hely 5-2-ed, és akár ez itt, amiért nem nagyon akartam én ebben a sorrendben megcsinálni. Tehát a 2x minusz 1 per x plusz 2 a négyzeten, plusz ugye 2x minusz 1 per x plusz 2. Jó, tehát hát ezt kellene integrálnunk, és alapvetően ezzel az első két taggal nincs is problémánk, hát ezek már igen csak problémásabbak, hogy mi is lesz azokból, és hát nincs mese, ugye meg kell oldani. Hát azért mégis a kezdjük már könnyebben, nem tudom, hogy egy kis sikerélményem legyen, nyilván ugye ezt az elsőfokot fogom csinálni, azaz jól tudjuk, hogy itt bővítek, tehát itt 2x plusz 4, ugye hát írok, mert ez pont kétszerese a nevezőnek, de akkor 5 minusz 5-öt le kell vonnom, hogy a kompenzáns, tehát ez itt 2 per, a 2 meg hát 2 minusz 5 per x plusz 2 lesz, és akkor ezt fogom integrálni. Na nem véletlenül kezdtem ezzel, mert amikor itt a négyzetre fogok emelni, nem ezt emelem négyzetre, hanem ezt a kifejezést emelem négyzetre. Jó? Tehát igazából ez volt az oka, hogy ilyen sorrendben csinálom ezt, mert akkor a 2x minusz 1 per x plusz 2-nek a négyzetét ezek alapján ugye van 4, akkor ugye kétszeres vegyes szorzat, akkor az minusz 20 per x plusz 2, és akkor van még itt a 25 per x plusz 2 a négyzetem. Hát őszintén, hogyha ezt nem nagyon veszük észre, akkor ez elég nehézé válik ez az integrálás. Tehát én mindig úgy gondolom, hogy az előző rész az azért biztonságosabban megoldható több lépésben, mint itt ez. Jó? Tehát akkor nézzük csak, mit is kell integrálnom. Nem tudom, kifélek ide. Hát, próbáljuk meg 0-tól 2-ig. Van itt
nekünk, ugye ez itt 9 minusz 6 x plusz x négyzet, tehát akkor az 45 ketted minusz, hát most hadd egyszerűsítsek már, jó, 15x-re, jó, tehát nem 32-nek írtam, meg van az 5 ketted x négyzetem, ebből ki kell, hozzá kell 3-at, le kell vonni x-el, akkor itt ebből lesz, hogyha ezt 5 ketteddel végigszorzom, ugye, de vigyázzunk, mert mínusz van, tehát mínusz, ez itt 22-et, az 10, de az, jó, hát itt se kell egyszerűen, lehet 22-nek írni, de mínusz 10, aztán jön a következő, ezt mínusz 20-szal, hogyha megszorzom, az ugye 5-2-et szeresét kell ennek végigmenni, az azt jelenti, hogy az 50, de plusz 50, tehát x plusz 2, ajjaj, nem félek ki. És ennek van még az 5-2-et szerese, az 125-2-et. Plusz 125. És ráadásul még nem is plusz, hanem mínusz 125-2-et. Ez 1 per x plusz 2. És most már csak ide passzírozom itt ezt a részét, ugye ez mínuszosan. Mínusz 2 plusz 5 per x plusz 2. Ez van dx. Jó. Na most, hogyha egyszer már leírtam, akkor legalább... Tehát a 25, 20, ja, a, igen. Ez itt meg le is hagytam a négyzetet róla ráadásul. Na. Jó. És akkor nagy nehezen, hogyha sikerült visszamásolni, akkor alapvetően szerintem essünk neki, és akkor csináljuk egy az egyben, hogyha akarjuk. Tehát itt ugye vannak számok, amiket össze lehet vonni, de törtek is vannak. Hogyha én a következőt javaslom, a törteket azt írjuk, hát egy törtekkel nagyon nehéz számolni, akkor azt hagyom 45-2-nek. Az x-et azért összeadom, mert itt van egy, tehát az mínusz 16x, akkor van egy 5-2-ed x négyzetem. Tehát egy kicsit egyszerűsítek, meg kicsit nem is. Tehát ugye 3 mínusz 10, itt van a mínusz 2, tehát akkor az lesz mínusz 9. Akkor itt ebből én biztos, hogy csinálok 55, x per 2, 55 per x plusz 2, és van itt ez a mínusz 125, 2-ed, 1 per x plusz 2 a négyzetem. Jó? De tényleg ne azzal problémázunk már most. 45-2-ből 9-et mennyi lesz. Jó? Csak ezek alapján ugye az nem lesz más, mint 45-2-ed x mínusz 8x négyzet, a primitív függvény itt ugye 5-6-od x köb mínusz 9x, itt ez plusz 55 ln abszolút érték x plusz 2 mínusz 125 per 2 szorozva x plusz 2 a mínusz első per mínusz 1, ugye? Tehát ez itt igazából mínusz 1 per x plusz 2, jó? Fejlően a figyelmet, ez nem ellen. Jó, tehát azért, mert valami 1 per van, az nem minden ellen lesz, tehát ez itt a gyakori hiba, hogy itt ebből is ellen lesz, mert nevezzük, belátjuk. Nem. Oké? Csak akkor, hogy itt ilyen lineáris transformátja van az x-nek. Hogyha már nem, akkor már bizony más és más ebben. Na! Jó, és akkor megvan a primitív függvény, és akkor csak annyi a dolgunk, hogy behelyettesítjük a kettő számot, meg a nullát, és a kettő különbségét veszem. Tehát akkor itt ebből lesz, most engedjék már meg, hogy ez itt mégis a 45-nek írjam, jó, ezt mínusz 84, meg 5-6-ot szorozva 8-al, mínusz 18, meg 55 ellen 4, mínusz 125 kettet, mínusz, plusz, és 1 negyed. Jó? Ebből kell kivonni, nulla helyen fölvett értéket. Nulla, oké? Tehát ugye ez polinom, és x. Helyre nullát kell írni, tehát akkor marad igazából az 55
ellen. Kettő, itt pedig, ugye, megjegyzik, mínusz-mínusz, meg plusz van, tehát ez a 125, ketted, x helyre nullát írva, egy ketted. Jó, és akkor láttuk ennek a feladatnak a megoldását, ugye, a másik sorrend segítségével is. Én mindig úgy gondolom, hogy az A rész, ha bár több része kellett szétszedni, mégis egyszerűbb a megoldás.